Eddig jó. Na, bocsánat. Na, sziasztok, sziasztok! Itt a Bio világa, és mi vagyunk Bio és Kevin. És ez itt a... Ja, műsor címe, igen. Ez elméletileg a keddi kettes címet fogja viselni. És kedden lesz feltöltve. Tök mindegy, most, hogy szombat van, ne nézzétek, hogy szombat van, kedden fog ez megjelenni. Ha éppen szerdán nézitek, mert csak kedden... Azt sem fogja tudni, mert szombat van, csak most mondtuk. Na, hogy... hát most mondtuk, azért, de ez... A keddi kedve, gyerek, de te veszelek neki. Nem. Itt megtévesztítetek a Kevin. Az késő én... szombatesti délután volt. Na, sötétedett már. Ja. Égtek a lámpák odakint. Tényleg égtek. Azt a rohadtul, pazarolik itt ám a... Nyár volt. Az adófizetők. Hideg tél volt, tudod, nyáron. Nagyon jó. Tehát, nyáron kerül a dárba. Hideg nyár volt, meleg tél volt. Igen. És akkor valami ugye, nem biztos, hogy ez a címe, de valami ilyesmi alcíme lesz ennek az epizódnak a... mit is mondtunk a... Várjál! Jégcsapos, csak hogy... Várjál! Jégfasz a seggbe! Jégfasz a seggbe! Igen, lehet, hogy ez lesz a címe. Nem mondjuk akkor miért ez lesz a címe. Vezessük föl! De lehet, hogy a nyári kalandok, hogy valami egyéb baráti címet adunk lehet, neki. Lehet, hogy nem kéne kiírni kapásra. Faszot, úgyhogy... Hát, ha nem kattintanak rá, vagy csak a nymphománcs, hogy... Benne van a fasz! Egy jégfaszt nézzük! Úristen! És az Iceman-nek a pornó. De most képzeld ehhez egy ilyen borítóképet talál, egy ilyen fagyott péniszét, és akkor egy... Jaj! És még be is van rakva valakinek a segítség. Mi ez a fagyott valamit? Na mindegy. Úgy gondoltuk Bióba, hogy ez a mai adás, mivel hogy ugye tél van, mert... Még tél van. Szerintem kedden is még tél lesz, ne aggódj, amikor kijön a videó. Tél van, és hát kurva ideg van azért, hogy mínusz 10 fok van, mínusz 10 fokok vannak már. Bár. De a lényeg, hogy a nyáról szeretünk beszélni elsősorban, nyári élmények, igen. Túrázás, na, és kirándulás. Igen, pont ez. Vagy egy kis lélekmelegítő. Ez így van. Szóval most ne gondoljatok bele, hogy odaki kurva ideg van. De a rohadt hideg van, és nem tudom, ki látta a, mi volt a filmnek a címe? A, nagyon tudom. Úgy, a old school, az izé... Magyar, Vatkanok. Nem. Nem, az teljesen más volt. Az akkor izé, miért old school-ra gondolsz? Amikor az izé játszik benne a Franka tank, tudod, tehát, hogy izé... Na, nem az... Ja, Tomcats volt a Vatkanok. Igen, ugye? Az teljesen más. Ja, várj, az old school, az a Vendiákok. Vendiákok, vagy valamilyen izé... Nem, Vendiák. Az, várjál. Biztos? De igen, hogy old school, ott a régi suli, igen. De az, hogy ők voltak a... De kit érdekel, keresetek, hogy old school. Old school-nál is ki fogja dobni a lényeg, igen. Na. És akkor abban volt, hogy a csával be volt basszó eléggé jócskel, és akkor ezért fogja, levetkőzik csút messze, pucér maraton, fussunk el a sulig, és vissza, gyerünk és mindenki! Elindult, és elkezd egyedül futni mesztelenül, senki nem követi, erre mi van, jön a feleség, meg a barátnő is főszedik kocsival, tehát... Na, szóval na. A lényeg az, hogy nyári dolgokra akartunk beszélni, na de hogy miért is ez a na, igen. Fagyott jégcsap, basz! Igen. Tehát akkor... Mert hát tényleg van, hogy... nyári élmények, pucér maraton, pussuk a jéghideg, jeges hóba. Mert így felhevültünk a nyári emlékek hevében. Viszont 5 méter után lefagy a farkad, és ez a jégcsapként törölt le. És amikor... És az első sarkon elcsúszol, és a saját letört, megfagyott péniszedbe csúszol bele, tehát így. Innen jött az elő, ezt nem vettük amúgy föl, mert ezek ilyen próba beszélgetések voltak, és... Akkor jutottunk erre, és hát szerintem ez egy nagyon kalandos. Jött a kettes alcíma jégcsapos, az első baráti lesz a nyári élmények. Majd kitaláljuk, egy ilyen meglepetés. Már túl hamarra tudjátok a címet. Hamarra a címet, mint hogy rákattintanátok. Ez a túlmagyarázós címe. Na baj, szóval de... nyár. Beszéljünk a nyárról, gyerekek, tudjátok, hogy létezik ilyen. Most már... Amikor meleg van, nem úgy most, hanem úgy általában. Nem tehát most így... szóval, igen, tehát így... Mert most már Magyarország már csak 2 évszak hazája lett, ugye, és tavaszunk és őszünk az körülbelül ilyen 2 napra húzódik, csökken le. Így szokott lenni, hogy így nyáron 40 fok, hogy van a hideg nyár, meg a meleg tél. Ez a 2 átmenet van. Meg a havas zsord. Meg a havas zsord. Mert meleg, ja nem meleg. Nem. Na, szóval... És akkor tényleg így egy napra leredukálódik az őszünk, mert érted, hogy még így a fák, hogy hú, de meleg van. Most hirtelen levetkedek, egy nap alatt lebarnulnak, így ledobják a leveleket. Ugyanez a tavasz, hogy még megvan fagyva a föld, minden másnap már így kivárzik. Délőtt rügyezik, este már izé levelek vannak. Igen, és már minden megvan. És igen. Akkor nyár. Mindenkinek vannak nyári emlékei, hát a Biónak is, nekünk is. Hihetetlen módon. Hihetetlen módon. Mi is voltunk emberek és gyerekek valamikor.
Valamikor én is ember voltam, én is ember. Ez a Commando című... A G.I. Joe. A Commando című filme. Valamikor a kobra parancsnok a spóra által kezd átalakulni. Valami kobrává. Kígyóvá. Valahogy én is ember. Na, még a gyári kirándulás. Igen, azóta télen már nem vagyunk emberek, úgyhogy ti is tanúsíthatjátok, akik néztek minket. Nem tapasztalt napfész, meg amúgy is kocka vagy, amúgy sem tapasztalt úgy csak napfény, tehát csak nyáron tudod fölvegy az emberi alakodat. Ilyenkor meglapulunk a szoba meleg sarkába, vagy a hideg sarkába, vagy a... Nem, vagy nem is a sarkába. Sötét zugba. Ez az. Na, nyár. Mindenki nézzük, csak ugyebár volt gyerek, mi is voltunk gyerekek, és hát a nyarat az hogy lehet eltölteni? Hát mi például Balatonon szoktuk eltölteni, van egy pici nyaralónk, de tényleg nem csak 100 szoba van benne, mert a 101. az már a cselédeknek van, tudod? Jaj. De azért, hogy tényleg nem egy olyan hatalmas, alig, tudjátok, amekkora Balaton, az háromszor képzeljétek oda mellé, na szóval az a mi nyaralónk. Melyik a legnagyobb város a Balaton? Kérdezik, tök mindegy, az csak a garázs, tehát egy... Nem, tényleg egy nagyon picike, igen. De azért nagyon szép. Nyaralunk van. És mind a miénk. Csak. És a banké. Tehát így. A miénk is a banké, és nem, amúgy tényleg a miénk. Nem tudom. Részben. Reméljük még a miénk. Na és a lényeg az, hogy ekkor még a miénk volt. Na, lehet, hogy ide, amikor megyünk már a bankárakot nyaralni. Lehet, és így. Hát maguk miért jöttek ide? És így szücsölj a Martinit, és így. Akkor lógatja, várjál, az ilyen Giovanni cipőbe, érted, így lógatja a lábát a lavorba, érted? Ármányi öltönybe, ül a lavor. Napszemüvegben napozik, érted, és akkor úgy szürcsöli a Martinit, na mindegy. És a gyakendő picit meg van lazítva, ezzel jelezve, hogy lazaság van. Nem sokat, tudod, az épp, hogy így befér az ujjad az ing és a nyakkendő közé, na ezek akkor már elerszal a hajamat, ilyenkor már fú, olyan, mint amikor ti IHB bulisztok. Úgyhogy, aki nem tudja, mi az IHB buli, az iszunk, hányunk, és akkor két variáció a B betörő, hogy belefekszünk, vagy passzunk, ez már a korosztály függő IHB buli. Soha nem menjetek, mi nem voltunk. Értelmes, felnőtt emberek vagyunk, remélem ez lejön a videóból is, hogy teljesen értelmes. Kultúrát egyéb. De nem szoktuk IHB bulizni, úgyhogy. Yeah. De basszus live is elmaradt, ugye már. Na de hát ez... Yeah. Nem gyűjt össze elég pénz. Ja, nem küldtetek pénzt, meg se kérdezze senki, hogy hova küldjük, mennyit küldjünk. Én mondtam volna olyan címeket. Volt annyi pia, mint a rossz sepp, csak nem ittunk. Hát most is, nem? Hát ez van. Ittunk, de nem volt bebasszus látod. Balaton, nyár, igen, ott tartott. Mindig elkaladozunk. Szörnyű dolgok ezek. És hát leszoktunk menni akkor a Balatonra. Ezért, tudod, nyári szünet, akár iskola, akár oda, akár mi mindig valami rokonnal, nővéreinkkel, nagynénénkkel, szülőkkel, bárkivel, valakivel lementünk. És így tök király volt, mert konkrétan a Szabadstrand az egy... 10 percre van, körülbelül. Felnőtt lábakkal mérve már 7 perc, 6 perc, ugye ez gyerekként 10 volt. De ha legközelebbi vizet akartad belőni, az másfél-két perce volt a legközelebbi ilyen kis utcába levő ilyen lejárat. Konkrétan bemértél a nádasba, fasz meg. Hát igen, hinaras nádasba. Ott horgáztak, van, aki felakadt néha a horgon, ja. Kukac akadt benne a horgon. Igen, ilyen nagy fogás volt, igen. Nem van jó fogás, ez a nagy fogás, úgyhogy... Nem voltak nagy hóhorgászok, csak kicsik. Ja, úgyhogy... ja, már szóba került, láttad, hogy a nagy hóhorgásznak a kukacának csináltak szobrot? Igen, mert hogy a neten láttam, csak hogy csináltak. És most csak a péniszére gondolunk, ja. Hanem azért, hogy egy gilisztáról van szó, egy rajzfilmes kukac. Azt hiszem így is hívták, hogy volt, kukac. Egy ilyen zombi apokaliptikus kukac. Igen, mert én... és vörös haja volt, ha jól lenni. Ja. A vöri. Vöri kukac volt. Ja. És mindig visszaszájolt, bazd meg, érted? És így, ja. De hogy nem fulladt meg, érted? És így rákapaszkodott a izére a horogra, mint valami ruttált, és nyomta neki visszaadta magát, aztán... Ja, hogy nem, ez egy másik mese volt. Ez a hardcore verzió. Hardcore verziós volt. Az milyen lehet, hogy áttúrja kukkát így a nyakánál ja, ezt így. Gyere kukkac, megyünk hor, oké, nagy hú, hor, bele ide. És akkor ment a véres parádé, tehát így. Rárabboltak arra. Rárabboltak arra. És még ott Lenny szarrát tépték egyszer négyen, rámült. Jaj. Kezd olyan filézés részt. Kezét, lábát elvitték, mint a kukacnak lenne. Minden. De volt neki mondjuk keze volt. Az biztos, hogy föl tudja tenni, megadom magam, de hát az már késő volt. És akkor... Ja, horgászat, igen, nyaralás. Van, nyaralunk, oda szó menni, strandolni, minden. Kis
kis tökmagok voltunk, szerettünk túrázni, és most is szeretünk, csak ugye bár a gyerekként, ha belegondoltok, nem tudom ki hány éves a néző közül, írjátok meg kommentben, hány évesek vagytok, csak hogy tudjuk az a nézőtábort, hogy... Igen, föl kéne mérni azt is, hogy izé, hogy... Érdez, hogy fiú, akkor F, és akkor korod, ha lány, akkor szintén L, és akkor ha a korod. Nem tudod eldönteni, akkor már kérdőjel is egy szám. Igen, akkor le lehet hosszabb, hogy fiús lány, lányos fiú, ezt már beszéltük egyszer, hogy ezek a nemi dolgok, ezek már azért úgy nem így. Azért, hogy 18 éves kor után te döntöd, hogy mi vagy, tehát így van. Addig még a szülők vagy. Előtt a szülők elmondják, hogy mit akartak, és hogy mi lesz. Igen, igen. Szerintük mi. Igen, a mai modern világban szabad ország van, tehát így. Úgyhogy nem tudom ki merre szokott, hogyan merre. Mi nekünk a Balaton volt, a Riviera, oda szoktunk menni, nyaralni. Tök királyos kege volt. Jajon. És hogy változnak a dolgok? Mert ugyebár gyerekként mi van, elmész szülőkkel, rokonokkal, stb. Azért úgy, ott vigyáznak rád, ott elmész a boltba velük, minden, itt tök jó, elsétálgathatsz, mert azért ez egy biztonságos környék volt ott még a 80-90-es években. Úgyhogy igen. És akkor jönnek a következő kategóriák, mert ilyenkor még tök jó, nem nincsen semmire se gondod, jön a középiskolás korszak, amikor már úgy vagy vele, hogy hát azért most már elengednek szülők a haverokkal, már úgy nem kell felügyelet, érted, azt mondják, hogy hát igen, azért érezzék jó magukat a fiúk, és akkor lemész a középiskolás haverokkal, minden, elmentek autós találkozóra, vagy valami, mert hogy állítólag, mondjuk mi nem mentünk be már, de mert lényeg az, hogy voltak ilyen striptizelős csajok, és akkor így mesélik a többiek, akik belógtak a kerítésen keresztül, mert hát ki a fasz fog megvenni 1500-ért, vagy mennyiért egy koncert miatt egyet, amikor nem is érdekelt a koncert, csak olvassuk, hogy lesz valami striptiz a színpadon. Többiek bemásztak meg minden, mi inkább azt mondtuk, hogy nem akarjuk, hogy elvigy a rendőrség minket, azért fiatalok voltunk még az alálszexhez, és még most sem volt, úgyhogy ez nem is lesz. De szerintem mindig fiatalok leszünk hozzá. Igen, úgyhogy. Igen, az ember 80 éves alatt ne kezdje ebben az alálszexbe, kivéve a csajok, azok nem szabad, úgyhogy, de megfontolta a lányok, megfontoltan, úgyhogy. Segbe szájba sosem. Sose, úgyhogy. Alapszabály. Ezt az Aligyi is meg szokta mondani. Mondjuk a kimenő az lála, mindig kimenő ezt. Igen, sose legyen bemenő. Na és a lényeg azt mondja, hogy de elkalandoztunk megint. Na, bemásztak meg minden. Ja, többiek mesélték, hogy a csajoknál volt tejszínhabis, és az egyik csaj megkérdezte a közösséget, hogy hova nyomja a tejszínhabot. Erre mi kitaláltak egy jó poént, hogy mondani kell, hogy ide a kávémba. És aki kafé latté volt, így nézegeted az izét. Hangolosan, mit tudom, hogy elszürcsölgeted, ja. Minden, és akkor... És akkor mondja ismerős, hogy elkövetett egy nagyon nagy hibát, hátra nézett, és az a ekta 68-a pervers kihezett ilyen... Szinte már csak a rárántás hiányzott, lehet valakinél, megvolt, ezt nem tudhatjuk, mi se, ők se tudták akkor még. Azóta kezelik valamelyik kórházban. Nem tudja feldolgozni esetleg. Rémálmaiba ezzel ébredt, hogy úristen, 30 ember... Már megint recskáznak mögött. 30 ember verte rám a faszát, hogy felém. Ő tudja, mit éreznek a pornósok, úgyhogy... De hisz az biznisz, tehát. Na, szóval itt már azért kalandosabb dolgok vannak, akkor sétáltok hazafelé, romáztok tényleg így, mondtad 5 percet annyi eső esik, mint a zuhany alá léptél volna konkrétan cipőstül. Azért vannak ilyen szép emlékek. Ott már azért más van, ott már azért tudod, minimális pénzed van, mert már van egy kis zseppénzed, már nem a szülő veszi meg a kaját, meg a lángost, meg ilyenek. Neked kell beosztani, tudod, hogy vonatjegyre is kell, meg az alkoholra is kellett egy kevés, meg erre, meg arra, meg arra. Ott már voltak nézeteltérések, hogy a drágá vagy az olcsóbb tejfölt vegyük meg ilyenek, de amúgy jól érzi magát az ember, mégiscsak így tesztegeti azt, hogy mi a fene, bogácsosztok. Ilyen lesz nagybetűs élet? Hát nem ilyen, de tehát... Hát nem ilyen, szóval azért kettő között van, de azért ugye, és akkor tényleg így vele, hogy jó, hát azért jó volt, szép volt, de azért már tényleg kötöttebbek, meg amikor így lehívod a haverokat, meg ilyen ismerősöket, meg mindenkit, hogy hú, csajok, gyertek, izé, stb. És akkor mondja, hát én nem fogok ennyit meg annyi kilométer utazni, hogy ingyen nyaraljak valakinek, hogy a nyaralójába bazd meg, nem, valaki azt mondja neki, nem kell az ingyen nyaralás, érted? Hát, ja. Írjátok meg, hogy nektek ki az ingyen nyaralás, a legjobbok között, kisorsolunk, idén, nyáron, all exclusive, vagy all exclusive, vagy all non-clusive, de all non-clusive, egy nyaralást. Nem mondjuk, hogy nálunk, de azért úgy, na, nyaralást, úgy valamit majd támogatjuk, egy fagylaltot, vagy egy lángost azért befizetünk. És itt Budapesten belül elhívunk valahol. Akár a szökőkútban. Ja, 5-kor a szökőkútban Zsanett. Zsanett, hogyha gyertek a szökőkúthoz, Zsanettek, hogy mikor és melyikhez, meg miért, azt már majd ki kommentbe. Privátban megbeszéljük. De milyen, azaz. Csak
bikinis fotóval, úgyhogy a nyár, hát azért úgy most kell a bikinis fotót de, lőni, csajok. De kint tehát, hogy nem az, hogy ízében a naptárban. Jó, hát figyelj, a svédeknél, vagy hol a francia, ott mindig vannak ezek a izék, tudod, a szőke bombázók izé bikinibe ott kint a hóba, csizmába, és így tök mutatják, hogy nem fáznak, de szerintem már belég fogyott a húgy, de azért... Ilyen kockát pisálnak, tehát jaj, ad olyan. Komit a meséljük, már nincs, csak valami beoperált, valami cucc. Na mindegy. Ilyen műanyag ízi zsák, tudod. Zsák, így kiburítja, mint tudod, a zsebeidből szoktad a papír zsebkendőt, kb. Úgy, ők a meséjükből szokták a megfogyott úgy kocka követ. És akkor... Mert a pohárban megisszák. Ez meg a limonádé. Kell a vitamin. Ugye tudja, mit lesz itt? Nem vagyok, akkor vannak nekem fétise van, tudjátok, az ilyen pisívók, meg ilyen izzék, szóval vannak egy nagyon beteg állatok, hál' Istennek nem vagyunk ilyenek, de vannak ilyenek, ez így tanúsíthatom, mert léteznek egy kategóriák a pornóban, hogyha akarsz keresni a neten, ne keresjétek ilyeneket, baromság, max a rögni akarsz. A másik a pisirálmat, mint nevetséged. Ja, de hát ez van, na mindegy, szóval, és így... Mindig olyan nagyon 18 év feletti izék. Mert ez a 18 év fölüli csatorna. Ja. Csak nem szoktuk lekorlátozni, mert nem vagyok kirekesztőek. Ja igen, nem nézek le valakit azért, mert kiskorú. De ki szoktuk írni. Ja, miért néznéd le? Előbb-utóbb az is lesz nagykorú. Lehet, hogy többet tudné, mely kiskorú, mint én. Vagy te. És van a Golden Boy című manga és anime, azért nagyon jó mű, csak az is korhatárosan nézendő, mert azért vannak benne egy pervers dolgok, és a mangában van egy Golden Girl szívű, vagy a Golden Shower, vagy hogy is volt az? Arra egy vízes és Golden Waterfall, azt szerintem. Valami ilyesmi lehet, nem mindegy, szóval azért vannak ilyen bizarr dolgok, úgyhogy ez a jégkockás dolognak a felhevített változata, úgyhogy... És akkor hol tartottunk? A nyaralás? Igen. Várjál, szájba húgyozás, igen, nyaralás. Automatikusan vissza az alapokhoz, a KH-hoz, gyerekek. És akkor van egy harmadik kategória, ugyebár gyerekként fizetnek mindent, de limitálva vagy a korlátozva, hogy hova menjél, mit csináljál. Diákként már nem vagy korlátozva, csak a limitben van, pénzlimited van, az van korlátozva. Felnőtt. Na, gyerekek, ezért szerettek az emberek felnőttek lenni, elmész nyaralni. Tudod, hogy van egy kis spórolt pénzed, és nem azért, mert hogy füvet nyírtál, az anyu adott 100 forintot, hanem mert baszd meg, dolgozol és keresel egy csomó pénzt. Igen, ezért félre tudsz szedni 1000 forintot, hogy legyen fagyira, és még 500-ot a lángosra, ha csak egyszer akarsz enni. Meg van a szép kártyám, meg ilyenek. Volt a Blitzelsz természetesen. Tehát hát persze, főleg a MÁV-nál dolgozok, meg ingyen utazol, mint én, szóval nekem nem kell most már blitzelnem. Eddig se szoktam csúnya dolog blitzelni, főleg a MÁV-nál. Pöly. Békem ez egy másik dolog. Ott már lehet, ott lehet. Ott egy luxus, ott már sport. Ott alanyi jogon jár. Ott jár a blitzelés mindenki. Sajnos ezt az ellenőr nem ismeri el, tehát de erre a jogi alapra. Ő is tudja, mert ha nem lenne ellenőr, akkor blitzene. Így egy ellenőr, lehet, hogy úgy is blitzel, ezt nem tudjuk, szóval persze. Biztos, hogy sem vesz bérletet, én nem vennék, hogyha ellenőr lennék. Na mindegy, és a lényeg az, hogy lemész, tudod, hogy van spórolt pénzed, te vagy a kis király, senki nem parancsol neked, ó, most aztán elmész, és úgy elköltöd azt a 1500 forintodat. Olyan bulit csapsz a haverokkal, fú, és akkor rájössz, hogy összesen van másfél hét szabadságot körülbelül, amit ki tudsz venni, hogyha a főnökeid olyan kegyesek, és kinyaltod a seggüket, és megadják pont nyárra a szabadságodat, na, akkor el tudsz menni nyaralni. És így, olyankor már úgy vagy vele, hogy faszom, inkább aludnék, nem akarok menni srandra, meleg van. Messze van a fagyizó. Jaj. Visszatér benne tápolni a karaktert. Ja, igen, hogy hiányzik a karakteret. Bármivel is játsz a szép meg. Vissza fogok esni bronzedbe. Mint a Lucky Starban elmennek a csajszik, ez is egy anime, a Lucky Starban elmennek a csajszik nyaralni, meg minden, és akkor a tanárnő meg otthon van, meg minden, és ezek fölhúzta a karakterét valami majdnem maxosra, és akkor szembesül vele a, hogy hívták a főhős csajszik? Konata, hogy úgyis a szenzei végig tápolta a Golden Week-et, mert Japánban van egy Golden Week nevezetű ilyen hosszú hétvége, amikor el szoktak menni Hokkaidóba, meg ilyen csoda helyekre ott Japánban nyaralni. Igen, csak ennek nincsen sehova se mennie, se osztálykirándulás, se szülőkkel, se semmi, az otthon van, aztán tápolja a karakterét. És milyen jól teszi. Nagyon jól teszi. Úgyhogy, és akkor tök így lemész, ehetsz étterembe, meg minden, már azt mondod, hogy te felnőtt vagy, már nem az, hogy csinálsz otthon tejfölös tésztát, meg ilyenek, így tök jó az, meg ilyenek, de nem azt mondod, hogy van egy kis pénzed, elmész az étterembe,
Van Zamárdiba egy tök jó étterem, a Szent Kristóf, nem akarjuk bereklámozni, csak hogy ingyen azért említem, hogy tényleg nagyon jó hely, oda szoktunk menni kajálni, és vannak ilyen éttermes sztorik, poénok, ugyebár. Igen. Van egy nagyon ősrégi vicc, amit a bio most elő fog nektek adni. Na, nem vagyok a legjobb viccmesé, de megpróbálom jól előadni. A lényeg, hogy egyik kollégától hallottam, aki nagyon jól elő tudta adni ezt a poént, viszont ez szituációs környezetben, tehát egy éttermes poén egy éttermi környezetben sokkal jobban jön ki. Próbáljátok ki, meséljetek el ismerősiteknek, ha tetszett. Ha étteremben vagytok. Igen, ha étteremben vagytok, ezt a viccet próbáltam meg elmesélni ismerősötöknek. És a vicc a következő. Na, akkor a vicc így kezdődik. Idős bácsika bemegy az étterembe, jön a pincér, számolgatja a bácsika az apróját, hogy mennyi pénze van. Kérnék egy kis adag rántott húst. Pincér bekiabál a konyhára, Béla, kis adag rántott hús rendel. Számogatja tovább a pénzt. Nem, egyenszer, inkább egy nagy adagot szeretnék. Üsd tovább, Béla, nagy adag lesz! Hát igen, mert... És ez így és önmagában nem adtam a legjobban elő, de gondoljatok bele, hogy bemész az étterembe, és akkor nézed, hogy... És akkor ott vagyok, nézzük az étlapot, hogy mit tudom van én érted, hogy rántott hús, és ott vagy kis adag, nagy adag, és így, na most akkor mit kérjük? Úgy vele, hogy ugyanazt a húsmennyiséget esszük, így kis adag elég. Kis adag, jó lehet, hogy maximum tovább ütik a nagyot kérem. Ja, persze, akkor nehogy már kikloffolja még laposabbra. Úgy engélre átmegy rajta a Béla tett így. Ja. Akkor összeragassza még valami papírról, érted, hogy az élesebb legyen. Ajá. Úgyhogy, de nagyon-nagyon, és ilyet szoktunk így elsütni, hogyha étteremben vagyunk. Ha moziba vagyunk, akkor egy másik viccet szoktunk elmesélni, mert mi van a moziba, hogy ültek szépen sorokba, mindenki néz előre, mint a moziban konkrétan. Moziban. És akkor erre is van egy vicc, hogy hát egyik ismerősünknek kellett volna a papír zsebkendő, mert hát miten folyott az orra, mindenki ezt, hogy van valakinek egy papír zsebkendő, minket, és akkor beugrott nekünk egy vicc, amit előtte hallottunk. Ülnek a repülőgépen, mert ott is előrefelé néz mindenki, ülnek a repülőgépen az emberkék, van köztük egy homoszexuális pár, nincs bajunk a homoszexus, de ül a homoszexuális pár. De a sztori szinte ez van, igen. És akkor megszól az egyik, hogy te figyelj, fú, annyira kanos vagyok, mit tudom, fú, dőj előre, aztán beakasztok neked. És akkor, hát nem, hát itt annyian vannak, hogy igen, ugyan már, mit tudom, hát, figyelj, kérdezd meg valakinek, van egy toll, jó hangosan, van valakinél egy toll? Megkérdezi az egyik, senki, semmi reakció, minden, látod, nem figyel senki, hát nyugodtan tudjuk csinálni, jó van, oké, fogják, lezajlik az akció, minden, oké, egyszer csak megy tovább a repülő, minden, az egyik utas egyszer csak rosszul lesz, elkezd hányni. Oda rohan hozzá a stewardess, hogy uram, hát mit történt? Miért nem szólt, hogy kéne hányózacska, vagy valami? Én? Két sorral előrébb az egyik úr megkérdezte, hogy van-e valakinek egy toll? Ja, majd úgy seggbe baszták, mint az Isten nyila, hát én nem mertem hányózacskot kérni. És ilyenkor van az, hogyha tömegesen ülünk valami terem, vagy valami, akkor megkérdezik, hogy van valakinél egy toll? És senki nem válaszol. És a rohadt köcsögek tették. Senki nem szokott őket csekkbe baszni. És nem senki nem hányja el magát. De, igen. Ki tudja. Tehát, ki tudja. Ezzel tudunk leghátsó sorba ülni, mert akkor hátulról senki. Nem hányak a nyakadba. Tehát, és sok előnye van. Igen, úgyhogy jó dolgok ezek a nyaralós dolgok. Elmész az étteremben, minden megkajász, tök jó. Elmentek ide-oda, csak hát ott már tényleg itt az idő a limit, hogy az van korlátozva, nem az anyagi rész, vagy éppenséggel a szabadság, ott a szabadság, szerelem, pénz az megvan, jó, a szerelem az csak akkor van, meg a pénz is van, de hát ez már egy ilyen felnőttebb, ilyen kulturális, kibeszélős műsor keretében fog lezajlani a mai modern párkapcsolatok, és azoknak hogy vakvágányai, igen, ez a legszebb kifejezése, hogy mi is baj. Igen, de ez nem illik ebben a kifinomult, káromkodásmentes mai műsorban. És a nyaralásról van szó, nem a nőzésről. Igen. Lesz egy olyan műsor is. Bár volt a Tinderes, de az nem a nőzésről, az másról szól, gyerekek, az a közelítse kapcsolatokhoz. Úgyhogy majd egy komoly párkapcsolati kibeszélőset is tartunk. De most a nyaralás. A szerelem itt sötét verem címmel. Igen, az lesz majd. Reméljük, akkor még nem felejtjük el.
ezt a címet. Na és... Vissza kell nézni, emlékeztessetek. Ja. És így tök jó, az emberek mindig olyan elképzelései, hogy fú, elmegyek nyaralni, mint az animéba, veszünk egy görög dinnyet, bézbolütöt, szétverjük, aztán rájössz, hogy kurva drága a dinnye. Ja, és nem fogod szétverni. És te csukott szemed, nem fogsz szétverni, semmit érted. Plusz Magyarországon nincs homokos tengerpart, mármint van homokos part, de nem olyan. Szóval azért úgy, biztos van, tudod, hogy siófogod az aranypart, meg ja, ilyenek, úgyhogy... Soha nem voltunk ott, de állítólag van ilyen nevezetű hely. És így ennyi. Szóval ja, igen. Mit lehetne még a nyaralásról? Jaj, nyaralás, ugyebár szoktunk menni túrázgatni így izé tesómmal. Vagy a tihanyosat mondjuk, vagy a... Hát én a kilátott tornyosat, erdőset mondjad, akartam, de majd akkor mondjad. Te elmondhatod a tihanyosat. Azt, ja, azt akkor arról te beszélj majd többet, mert mindig elveszem a szót. Pedig ez nem a Kevin csatornája, ez a Bio csatornája, és hát így... Mindig szegénybe belefolytom a szót. Ja. Na, ez az életben is így van, nem kell aggódnatok. Ja, csak azt adjuk, amit amúgy is. Na, szóval szoktunk menni túrázgatni. Most ott Zamárdiban van egy ilyen kis kilátó, a tök jó fölmész, és a Balaton egyharmadát látod, mivel rohadt hosszú, így nem fogsz rálátni. Igen, még ki is volt táblázva, hogy mi merre van, hogy csak, Siófok erre, csak arra. Csak a huligánnak le szokták szedni, és ez itt tök parasság. Ez tök gáz, de nagyon szép a kilátó. Az a lényeg, hogy jó sok kilométert kell hozzá gyalogolni, és akkor a nyaralónktól fönn vagy, körülnézel minden, majd elindultunk egyszer csak így randomba, ilyen véletlenszerű útvonalon. Találtunk turista jelzést, nem tudtuk, hogy hova visz, merre visz, mi van ott. Hát menjünk! Megyünk, és elérkeztek tényleg egy hatalmas, sötét erdőhöz, de tényleg az a sűrű fák, kb. 30 méter magas. Hallottad a farkas üvöltést? Igen, a bagolyhős, hogy meg az, hogy leszaladszódik így, hú, de meghaltok! Hú, de kurva meleg van! Mert az erdész volt, nem a bagoly, ja, de... Ja. Hú, de becéloztam a koponyátokat, most köszkecik, hogy csak jöttek be az erdőbe. Ez is az erdész volt. Na, és így elindultak. Azt jobbatta. Ja. A halál erdeje, úgy hívjuk. És így elindulsz, és így egyre sötétebb van, így visszanéz egy tűz a nap, mindegy, ott már... Már látod a vasorúbába házát. Ja, Jancsi és Uliska már a morzsákat eszi visszafelé, mert szegénység van. Meggondolták magukat. Hát Magyarországon élnek most már ők is, a szegénység van azért, hogy leszóljuk itt a kaját, baszki, érted? Nem a galambokat kell etetni. Aztán, vagy lehet, hogy ilyen belgrízesen próbálta Jancsi és Uliska, érted, a táplálékot begyűjteni, hogy tudták, hogy a morzsa az nem lesz olyan sokra elegen, de galambot azt még foghatnak, hogy valami lófaszt, érted, és akkor belgrízesen... Ez túlélés törvény, Jancsi és Uliska, bárcs, fröccsög a vér, és szedicít a galambot. Mesztelül a szigeten, és akkor ott így nudiztak, tudod? Ja. Volt egy ilyen műsor, hogy lebasztak egy ilyen nőt, meg egy faszit, sekpucéran, érted, és akkor jöjj túl! Ez a édes sziget, nem tudom, milyen rossz, amikor mesztelen párokat, és akkor mesztelenül fognak összejönni, hogy jaj, de csodás neki! Azt hát, a kurva! Hát már nem lesznek ilyen prosti dobuk megjegyzni. Prosti képző felsőfokon. Igen, így is lehet mondani, de... Olyan, mint a való világ, az már a bekutott prosti. Való világ ruha nélkül szigeten, tehát így. Ja, igen, és akkor tudjátok, a való világ az ilyen fél prostik, valódi prostik, így befutottam már, érted? De az igazán a profi, a vérprofi, kamerát bíró, a legmenőbb prostituáltak hím és nő egyaránt, úgyhogy az éjjel-nappal Dugapest. Na, ott már így hozzászóltak a kamerához, eljátszák, mint a valóságsó lenne, de valójában megvan a forgatók, hogy kikivel kavarjam meg ilyenek, szerintem, hogy tök gáz. Én nem szoktam nézni, csak így belevele ide a krafasság ez is, úgyhogy... Na nem baj! Kilátó erdő, sötét erdő. Megyünk befelé minden. Hú, bagoly. Igen, azért a páratartalom azért erősen megnőtt, tudod, mint amikor a Amazonas őserdőben vagy, lennél, igen, és így csap pofán a pára, szúnyogok mindenfelé. Hallod, hogy az aligátorok zabálják a farkasokat. Vagy aligátorok is. És aligátor. Aligátor a főnöknek a seggét nyalja, vagy zabálja ezt, ki tudja. És akkor mész. Szúnyog invázió mindenfelé, de azért mendegéltek, és akkor tök szép helyek vannak arra is, mert az ilyen vadetető, meg ilyen ki van baszva, egy ilyen fél tonnányi kukorica a vaddisznóknak, és ilyen hű de szép reményeid vannak, hogy egy szál bottal, már nem a péniszünkről beszélek, hanem egy túrabot. Túrabot, mert mindig szoktunk ilyen varázsló túrabotokat itt találni, tudod, így megtalálod, ó, pont olyan magas, mint én. Gandalfosan. Most Gandalf vagyok, és így mész, érted? Utána mobbitok. És így fussatok bolondok. És nem lehet a vadizat, fussatok bolondok. És akkor megyünk. Egyik év a Pistával mentünk, tök jó volt.
És akkor végig egész úton, mit tudom, akkor azt beszélgettük, azon poénkodtunk, hogy a halljátok ezt fiúk, mert hogy volt valami zaj, és akkor hallottátok ezt, halljátok ezt fiúk, és akkor akkor ugye, volt a Hobbitot, ennek Hobbit. Az első filmjét láttuk, és a nagy utazás, vagy rejtés utazás, mi volt az? Váratlan utazás. Igen, nagy utazás, neked soha nem jön be ezek a Hobbitos filmek. Meg, akkor mondjuk be azt, hogy bogosat is. Kicsit megint újabb kitérő, mentünk megnézni a moziba a Hobbitnak a a második filmjét, és akkor a párommal, bióval, minden, és akkor találkozunk ismerőssel, pláza, mit néztek meg? Hát a Smaug pusztítását, nem, a Smaug pusztulása, mondja rá a másik, mert nem, Smaug pusztasága, és mert ez az eredeti címe, de mindenki mondott valamit, de kettő, az első kettő az amatok. Kettő hülyeséget mondtuk, de hát teljesen igen, jó volt. Annó párom meg hát a bió nem nagyon találták el azt a filmnek a címét, amire beült. A Smaugig jó volt. A Smaugig jó, a Smaug. A Smaug. Budapesti pusztítása. A Smaug pusztulása. A Smaug pusztaság. Igen. Ez Smogriadó volt Pesten, erről nem beszélünk, csak volt. Ezt mindenki tudja, vagy van. Elmúlt, szép volt, jó volt. Ja, és akkor néznék ezt a megnéztük a Hobbitnak ezt az első filmét, a váratlan utazást, és akkor... A törpök mondogatták benne ezt. Hogy halljátok ezt, fiúk, földszét, basszuk az edényeit. Kicsorgatjuk a késő. Tudom, de itt most ez jobban jött ki. Igen, ez így jobban. Úgyhogy azok vannak. Mentük az erdőbe. Hallunk akkor... ezt, azt, azt, és akkor egyszer megzöred a bokor, de még ilyen röfögés is hallat a bokor, és így olyan sprintbe kezdtünk, basszus, mondom, én nem halok meg ott, baszki, a szántóföld közepén, úgyhogy. És akkor halljátok ezt, hogy igen, röfögnek a vaddisztók. És elindultunk, de majdnem csak barna csíkot húztunk maguk után, az volt a vaddisznó sereg, tudod, egy ilyen gyorsan futottak, hogy csak egy csík volt belőlük. Mint a Princess Mononoke kép, hogy ez a rohadt csak vaddisztó. Ja, igen, és mennek az a jó. Hogy gyalulják a falut. Meg a falut, meg a falubelieket. Úgyhogy, igen, ez így jó volt. És ilyen jó kis túrákat szoktunk megcsinálni. Van, amikor ilyen 20-30 kilométereseket, mert fingunk nincs, hogy mekkora az a táv. Utólag nézzük le a túra térképen, hogy ja, hogy ez ezért volt. 20-30 kilométeres. 20 kilométert mentünk, meg még 5-öt. Úgyhogy jó kezek. És akkor kedves bióba, hogy ne folytjuk bele a szót, akkor ő elmondja a tihanyos sztorizgatásból egy-két monológot. Igen, tihanyos, majdnem minden évben szoktunk menni, amióta te egy évente, hogy ha lemegyünk Balatra, akkor évente egyszer azért átszoktunk legalább menni Tihanyba. Valamikor kimarad, ez nem 100%-os hagyomány, de azért igyekszünk. Még 90%-os látával ez teljesül. Érted az, hogy 10 évente egy kimarad, most vagyunk izé tripla X-esek, mint a Vin Diesel, és akkor izé, hogy akkor 3 kimarad. A gyerekek még meg sem volt a... Azért voltunk azért. De nagyon picik, nem volt meg a nyaraló. 5 éves sem, valami 8-10 éves. Nem számít. Szóval átszoktunk menni Tihanyba. Jó, párat kihagytunk, átszoktunk menni Tihanyba. Mert Zomárdival ellentétben van Tihany, szóval csak úgy csúgunk, hogy 5 percre van a kikötő. Jaja. A kikötőben van! A kikötőben van! Mi van? Az átkozó kikötőben jön. Várj, az Asterix, hogy van ez az izé, hogy... Az A38-as igaz, vagy ilyesik, és igen, de várj, hogy... Hagyjanak engem ez a kikötővel, nem tudom, ilyen izét. De volt is, hogy hajóra, hogy vízre bocsátási engedély, vagy valami ilyen hülyességet, ja. Azt hitt, hogy... Menjenek a kikötő mesterhez! Ja. Na mindegy, nézzétek meg az Asterix 12 próbáját, az is jó. Ja. Na izé, akkor ugye átmegyünk Tihanyba, mint majdnem minden évben, és ott van egy ilyen kis vasút, lokomotív, ilyen izé, gumikon járkáló vonat, talán Pesten is látni néha, Fehérváron is. És mondom, mi többnyire ilyen izé, ilyen turisztikai helyeken szokott előfordulni, tehát Zamáritól, hát, tudod, még Zamáriba is láttunk, és a Siófokon is van bizony. Szóval ez egy ilyen turisztikai kis most nyári... Most képzeljetek bele, német, full gazdag, kőkemény parasztok vagytok, persze teli pénzzel. Most németek akkor... úgyse nézik, szóval németek vagytok, és tök... Svájnes, és leiratkozom Bélatottanára. Svájnes, Blitzkrieg. Nem tudunk németül, csak egy-két ilyen random szavat. Hey Hitler, meg ilyenek, érted? Szóval. Na, és akkor csak bocs, Bió, hogy megint beleszólok, de a lényeg az, hogy ott vagy a kikötőbe, mármint a kom kikötőbe, mert vicces, mert van egy rendes kikötő is. És akkor ott vagy a kikötőbe, és tudod, hogy nem fél órát sírtálni. Kéne gyalogolnod.
A kis családoddal. De hát én kurva gazdag vagyok. Igaz, hogy smucik zsidó, mert hogy nem akarom átvinni az autómat. A kocsidat már nem hoztad át, mert a kompra az volna. Drágább, több ezer forint a kompon átvinni. De inkább ugyanazt a pénzt egy lokomotívba beleülöd, mert nem akarsz parkolóhelyet keresni az apátságnál, és akkor fölmész az apátsághoz, így egy kis lokomotívvál, és akkor tudsz nézni. Na, lényeg, hogy akkor néha igénybe szoktuk mi is venni ezt a lokomotívot, amikor többen vagyunk, vagy olyan emberre vagyunk, aki nem szeret annyira sétálni, ellentétben vagy időt velünk, spóroljunk. Vagy időt spórolásból, és akkor lefele sétálunk, lefele, fölfele nem kell itt megerőltetni, változó, de hát évről évre szerintem egyre drágább lesz ez a rohadt jegy, de nem is az a lényeg. Gyerekként mindig terveztük, hogy föl kéne lógni erre a lokomotív, ugye jackass-essen, hogy ezért... Várni, amíg a sofőr bácsi elkezd hátulról előre sétálni, és földurranni egyszer csak az... Észre sem veszi, hogy bebozdult az egész kocsi, nem probléma. De... Vagy menet közben, mert volt, hogy mentem, mehetünk, és akkor most szalad utána szokott föl, hogy volt olyan jó fejfaszi, az meg így nyújtotta a kezét, hogy gyertek, srácok! Igen, milyen kedves volt. Ja, igaz, hogy biztos, hogy nem nyújtotta volna végig, mert azért úgy, azért ez úgy... lehorzsoljuk a pofánkat az aszfalton, az tiszta Sin City lett volna, úgyhogy. Ja. Na mindegy, de gondolkodok, hogy fél kilóg, de még nem sikerült ez a tervet megvalósítani, majd egyszer. Na mindegy, egy-két évet, nem tavaly, hogy valamikor voltunk át, és akkor hát akkor lokomotívozzunk, mert hát többen voltunk, mert hát ez az, vegyünk jegyet, jó, oké, ott van, jön a fiszkó, mondja, hogy megveszük vissza útra is a jegyet, és akkor azt hittem, ez így olcsó, vagy grátis, vagy akármi, na jó, persze, megvettük, kétszer annyiba került úgy, mint hogyha normál jegyet vettünk volna, tehát akkor nem baj, visszafelé is megvan, nem kellett töltsmöregni, stb. Már végeztünk fönn a kiránduláson, megvan. Ott megy el a szemünk előtt a paraszt, érted? Ott már, mert tényleg elment a szemünk előtt az a lokomotívos faszi, ja, és akkor mondjuk, hogy apicsába, kár, hogy megvettük a jegyet, mert most várhatunk a következőre. Nézzük a menetrendet, negyed óra. Ah, faszom, megvárjuk, hát most már megvan a jegy. Jó van, folytasd bizony. De nem csak, hanem akkor átmentünk, láttuk egy másik lokomotívot, ugyanúgy megállt egy parkolóba, jó, akkor felszállunk, jön a fickó, mutatjuk neki a jegyeket, hát ide ez nem jó. Mondom, mi az, hogy nem vettük meg a kollégától, hát az két külön cég, mondom, mi az, hogy külön cég, és akkor mi a rossz sem, és akkor, hát hogy megveszünk a jelet, vagy akkor nem. Hát akkor nem, köszönjük, akkor megvárjuk azt a 15 percet, így azért. Igen. Megvártuk, ez még hagyja, semmi, nem probléma, megvártuk, a fickót végre jött az a hulladék, és akkor azért felszállunk, kéri, hogy akkor vegyünk jegyet, és akkor mutatjuk jegyet, itt van, hát megvettük a returnjegyet, mert ő is returnjegykét adta el, és akkor Ja, valami ilyesmi. És elment. És akkor valami ilyesmi. Mondom, hát a kurva anyád, így majdnem utána szóltuk, hogy te ezzel a faszparaszt. Hát lekéstünk, és itt várunk. Ezzel a kobu dubával, hogy returnjegy, aztán átbaszol meg, de a másik nem fogadja el, bazd meg. És te is így húzod a szádat, hogy nem veszünk hogy újabb jegyet igen. Tőled. Tehát így, mondom, hát az anyád. Hát a kurva szádat, te gecsik. Úgyhogy azon elutaztunk lokomotívval. Nem is fogunk. Pénzért biztos! De meglátjuk a csávot, akkor utazni fogunk csak. Bár nem emlékszek már, mert annyit tudok, hogy ilyen nagy vízfeje volt, hogy hát... Rá leszünk a lokomotívos csávó paraszt. Ja, úgyhogy... És itt tök jó helyek vannak azért ott fönn az apátságnál. Fölmész, ha magyar szót hallasz, odafordítod a fejedet, mert úristen, ezek magyarok. Mert mindenki kínai, japán, orosz, mit tudom én, román, minden nyelven beszélnek, tök jó. Csak... senki nem beszél magyarul. De itt tök jó szokott lenni, ez nagyon szép, érdemes azért az embernek egyszer elmenni, ha teheti azért többször is, mert tényleg azért jó környék. Ja. Ott is vannak drága helyek, ott még nem szoktunk megállni, kajálni, mert ott azért ilyen kisboltba megveszünk valami kis rákcsát útközben, meg max üdítőt, vagy fagyit szoktunk, ami ilyen mászkálós, de vannak ott is ilyen csárdák, csak tudjuk, hogy négyszer annyiba kerül, mint más helyen, mert igen, hát olyan turisztikára rám. Nagyon külföldiekkel orientált övezet, és innentől kezdve horribilis árakat tudnak elkérni a dolgokért. Amikor elmész, hogy hát piros paprikát vegyünk már, mert mi nem akartunk, hogy csak nézzük meg, mennyi a kis, az a kis zacskó, tudod, olyan, ami úgy két főzésre elég. 8000. Ja, 8000. Nem magyarok vagytok. Kurva anyátok, kérd, nem mentek el a Tesco-ba, tudod, és vesztek egy kilót, érted? Én is ott veszem, csak csomagolom át.
És ott Marika néni a csomagon járt. Ilyen hangot, ilyen hangon vezül a Marika néni. Annyi cigit vett már belőled. Erre gondzem az. És mivel tölti a cigit, és a paprika belemegy az ilyen cigit. Az ujjáról, és szétmarta már a hangszálait. Tehát nincs tüdeje a nénikének. Hát legalábbis, ma nem sok. De nem találkoztunk soha ilyen nővel, csak ez egy poén. De milyen jól hangzik. De jó a sztori. De ti találkoztok vele, fotózzátok le, hogy hát ha. Nem csak legenda, mint a Loch Ness-i szörny. Ja, az nem legenda. Meg a Yeti Peti, meg ilyenek. A Yeti Peti. A Yeti Peti. Aztán. Van ilyen, biztos. Úgyhogy ilyenek ezek a nyaralás dolgok. Mindenki mondja, voltam Korfun, voltam Horvátországban, meg hú, én most kimentem Párizs. Mi nem hagytuk el ezt az országot. Nem azért, mert hogy ilyen, mi a fene, hogy félünk, hogy utána nem engednek vissza minket, vagy kitaroncolnak, de nem, egyszerűen nem volt rá igényünk, de egyszer majd végkúrjuk a világot bióval, úgyhogy... Ilyen túlélő és ilyen túrázó műsor, hardcore, vagy milliárdosok igen. leszünk. Majd amikor tengerész gyalogosok leszünk, vagy mit tudom én, és akkor mindenki kötőben lesz egy nőnk. Vagy kettő, tudod? Egy-kettő, és a nagyok város, attól függ, mekkora város, mekkora kikötő, tudod? Jaja. Nem, mi sosem leszünk ilyen gazemberek. Nem megyünk hajóval, hát így. Nem, persze repülővel, de az meg lesz. Kalózok leszünk, megcsákjázunk minden hajót, és megöröszünk mindenkit, a nőket is. Igen, a nőket is. Igen, a nők. Én így korábbi így volt egy kalandor. Nőket és a gyereket, mindenkit, most mondtam, hogy mindenkit. Úgy. Mindenkit megkötözni, a nőket is, és akkor mindenkit. Most mondtam, hogy mindenkit. Vagy utána halálra lövünk mindenkit. A nők és a gyerekeket is most mondtam, hogy mindenkit. Igen. De lett a jól, megerőszak a nők mindenkit, és akkor... Megsz a kisgyerek, hogy a nőket is... A nagymamát is, kusaj kisfiam, mondta, hogy mindenkit. Mondta, hogy mindenkit. Lehet, hogy a nagyit azt nem. A nagyit azt hagyjuk, tehát egy... Mennyi ideje megy? Nem tudom. Nem tudom. 17 óra 30. Úristen. 5... Vagy... Mi? Hát nem tudom, vagy 59 másodperc, ezt vagy nem tudom. Mi számlál vissza? Te gyerekek, meghűlt a izé. A cucc. Ott nincsen izé. Vagy túlmentünk egy órája. Nem, az a hátra levő idő. De bió. Ezt nem tudom. Le kell tenni. Megint 52-51, nem. Biztos, időben utazunk, paradoxon, ez az végre elkezdődött ki, ez az, és akkor mindjárt bejön a jövő Kevin és jövő Bio, és akkor elkezdődött. Hagyjátok a befőtubozást. Ja, nem vagy, lesz jó vége. Nem lesz jó vége, világpusztulás. A Skynet úgyis hátveszi a hatalmat. Vagy, hú, melyik Jojo karakter tudja visszatekerni az időt? A Rodogány. A Rodogány, basszak, figyelj, várjál, 56, 57, 59, és jön a Rodogány, és 46. És most visszatekerni a Rodogány. 14 másodperc. Fejlődött, azt egyre. Hát ahogy hatott tudott, figyelj, csak a Dionak is tudott mindig így egyre többet és többet tol stoppon, hogy Jotaro is elpúnyult, és utána az 5 másodperc már csak kettőre tudott. És Rodogány. És Rodogány. Bajtszádasztó. Hogy így 13 másodpercet bajtszádasztózunk vissza. Úgyhogy, de reméljük megy a felvétel, gyerekek, hogy a... Na most megy, csak 59-re, 46, 40. Rodogány. Rodogány. Bajtszádasztó Rodogány. Rodogány. Hú, de jók vagyunk. Én már szédülök, gyerekek. Lehet, hogy nincs oxigén a szobában azért, de... Mert a pap gyorsítja az időt. Úristen, ja. A Rodogánynak lehet, hogy a pap annyira gyorsította az időt, hogy a Rodogány többet tud visszaugrani, mert tudod, lehet, a Rodogány ilyen. Elindítja a visszaugrást 6 másodpercet, de a pap felgyorsította, hogy már eltelik a 15 másodperc, és visszaugrik 10-valahány másodpercet. Gyerekek, vagy a Dio még közben állítja le az időt, és, ja, és még egyszer. Itt, vagy a King Crimson pedig kivág egy kis időt belőle. Lehet. Nem tudjuk, hogy ez micsoda. Az biztos, aki nem néz Jojo animét, nem olvas Jojo mangát, az most ebből semmit nem értett. Igen. A lényeg, hogy egy időlúbba kerültünk, ja. A számláló szerint. Tehát, igen. Hogy... De jól néz ki. Igen, tök király, tehát így 58, 59, és Rodogány 6, ez az. Na, erre sem, de sok időt el. Azon ja, nem vesztegettük időt, hát 14 másodperceket beszélünk. Folyamatosan egy perc alatt vagyunk. Ja. Ja. És 14 másodperc, csak videó végtelen szer. Ja. Tehát így... Ajajaj. Minden alternatív dimenzióban itt már így le van forgatva. Sztorod. Tényleg ilyen beleg van, csak Rodogány. Leszok a...
King Crimson. King Crimson. Na most túl sok volt a Jojo-ból, mert végén már Jojo-s címet kell adni neki. Ja. Igen. A paradoxonos loopos kurva anyjata. Ja. Ez a Jojo, ha már itt tartunk, annyit még el kell mondani, hogy mi nagy rajongói vagyunk az Jojo's Bizarre Adventures, vagy hát a Jojo no Kimi no Boken című japán anime is mangának, ami 25 éves volt tavaly, úgyhogy azt hiszem most már 26 vagy 27 éves. Hú, nem is már 20 sok éve megy a manga, minden nagyon jó, tényleg ez egyik leghypoltabb és leg... Kevésbé közismert, de nagyon hypolt, tehát, hogy aki ismeri, hogy hypolt, hát mindenkinek a legerősebb hype táborunk, csak nem vagyunk olyan sok, amit mondjuk egy Fairytale, One Piece, vagy nem mi kettő, az egész világban. Ja, a rajongói hype, értem, na mindegy, lényeg az, hogy nagyon jó, és hát onnan idéztünk most egy csomó dolgot. Ha van kérdésnek, bármilyen Jojo kérdése válaszol. Lesz egy külön Jojo-s kiadás majd. Több lesz, mert nem fér bele egybe. Amúgy tehát... nem. Minden szezont majd egyszer kiecsetelünk így a bióval. Ez nem is hangzik rosszul. Írjátok meg, hogy igényetek van-e Jojo-s. Ha nem, akkor is legyomjuk. Nem fog értek kell. Nem azért, hogy most hogy figyelembe vesszük az érdeket, csak hogy aki szeretné, az örüljön neki. Jó, hogyha összegyűjt 10 000 like, akkor nem csináljuk meg, hogyha nem szeretnétek. Jó, igen, mit kell mondani? Ha arra a videóra összegyűjt 10 000 like, akkor Radics Peti csinálja a Facebooki diótákat. Igen, azaz, ezt garantálhatom nektek. Lehet, hogy nem fog erre összegyűjt, és úgy is fog csinálni, de azért úgy... De hogyha 20 000 feliratkozó összegyűlik, akkor törli a csatornáját. A PewDiePie. És még milyen ilyen csalogató izé. Erről is majd egy külön adásban szerintem ezekről a Facebook fogásokról. Ez nem te jó fogás, csak ez nem az. Majd beszélünk arról is. Ja, amúgy írjatok nyugodtan témát, hogy miről szeretnétek, hogy egy eszmefuttatást, mert mi így megpróbáljuk ezeket a saját emlékeink, tapasztalatink alapján, de majd mondom, én tervezek, hogy lehetne egy ilyen komolyabb hangvételű, kicsit trollkodós szintén, mi a fenét, ugye mondom, ilyen csajozósos, emberi párkapcsolatos dolgokat. Jaj, lesz majd egy külön kiadás a lakótársi, és iszonyokról. Hát az egy háztartásban való élés. Nem ez, a templom, nem az egyházra. Nem gondolom. Az egyháza, mert ott nem szoktam élni, szóval ott be se teszem a lábam a templomba, mert kigyulladnak a falak, meg ilyenek, szóval. Megfordul a keresztül. Ja. Mármint nem fejjel lefelé, hanem hátat fordít, tudod, a fal így átcsapódik. Már megint bejött az a köcsög, tehát így. Jaj, már megint tudnak kievinni. Inkább nézem a falat, és így. Vagy a Falloutot. És... és akkor War Never Changes, tehát. Szóval külön kiadás. Mit akartam? Én honnan tudjam? Lakótársak, párkapcsolatok, Jojo, meg ilyenek, szóval lesznek az itt még érdekes témák. Amúgy, mint mondtuk az első bemutatkozásnál, hogy ez itt a keddi kettes, ezt a heti hetes után kopintottuk szabadon Magyarországon. Nem bejegyzett kopintás történt. Nem vagyunk. De most már a miénk, úgyhogy ezt nem vagyunk hetet, tehát ketten vagyunk, ebből jött a kettes, hát a keddi, meg ezt keddenkintre szánjuk. Mert a heti hetes az ha-ha volt, érted? Két darab hábet. Ez meg a köke. Úgyhogy... Nézzétek a kedvesti kökevetes, hogy... Mi van? Kurva jó volt. Kurva jó volt. Kibazott köcsök. Köszönöm. Kurva jó volt. Kábetűvel szóval kezdeni mondatot. Köszönjük. Köszönjük. Jó. Emese. Ja nem. Kemese. Katica. Katica. Atica. És így. Na, témák lesznek majd itt sok minden. Szerintem azért lassan ezt a fajta témakört befejezzük, és ezzel a videót is, mert majd még lesz több külön kiadás majd mindenféléből. Próbáljuk nem ennyire hosszor elhúzni. Ez egy bemelegítő első epizód volt, úgyhogy ez ilyen csodás maratoni volt. Ja, a Jojo's Bizarre Adventure-re csak annyit, ugyebár, hogy Jojo-nak hívek a karaktert, és hogy Jojo bizár kalandjai lenne magyarra fordítva, és én innen találtam ki még a Tinderes videónkhoz a Bio és Kevin bizár kalandjai, 2. a Tinder, mert a Jojo fonságot azért, hogy átültetjük egy kicsit így a magyarba. Van esetleg még egy nyárral, nyaralással kapcsolatos hűden egy emlékünk? Gondolkodjunk azért, hogy még rá kell szánni időt, mert azért most ilyen, még forró na, a téma. Na, egy félibri nyári ízé, hogy van egy nagy kedvenc filmünk, ami pont egy nyaralásról szól. Ez egy több filmből álló film sorozat, úgymond. Mondjad már meg. Ja, hát... Vagy én mondjam.
Ja, nem, tudom, hogy te is sérül, mire gondolunk, vagy valami. Hát, amiben van egy Kevin szint. Igen. Na, hát, ha ilyenkor tudnak tippelni, vagy valami. Ja, igen, eset, addig is. Tudod, és akkor melyiket jelöljük meg, a, mit tudom én, a forró rágógumi? Nem arról van szó. Vagy a, vagy a ú, már ilyen izék vannak, még egy nyaralásos izék. A sutyók visszavágnakból is volt ilyen, egy, a rendőrakadémiából is volt akkor egy. Akkor ilyen családi vakáció. De az nyári vakáció az... volt a nyári vakáció, igen. De elmondhatjuk most már, hogy, hogy az amerikai pite 2-ről van szó. Na, ezek egy kis ilyen bemelegítős, vagy ilyen be, háttérinformációs, kulisszatitkos dolog. Ugyebár nekem nem Kevin az igazi nevem, bármi hihetetlen, hogy Bionak keresztelték el a szüleik. Mi legyen a kisfiú neve? Legyen Bio. Mi? Legyen Bio tej véve vacsorához, de azt már nem tudták, és így Bio lett. Ugye gültem, ezt a poént el kell mondanom, és akkor ott van az apa fia ilyen rajzot, és akkor, apa, miért nevezhetek el engem gültemnek? Hát fiam, ez úgy nézett ki, amikor anyád megszűrt téged, ott volt, és ott feküdt az ágyban, és annyit mondott nekem, legyen gültem, és hát legyen gültem, és ezért gültemnek nevezték a gyereket. Ezt küldjük az összes gültem rajongónak. Ja. Szeretünk titeket gültemek. Na, és iratkozzatok fel. Na, szóval nekem nem Kevin az igazi nevem, ellenben azért választottam ezt a Kevint becenévként nagyon-nagyon régen, ez még bőven középiskolás koromban volt, mert az Amerikai Pite című filmekben van egy Kevin nevezetű srác, aki megpróbálja összetartani a ottani baráti körüket, nem ő a főhős, de egy nagyon jellegzetes karakter a számomra, és nagyon szimpatikus volt a név, mint hogy Kevin. És gondoltam, hogy mert én is ilyen voltam, hogy megpróbáltam nyáron mindig az osztálytársakat, haverokat így összerángatni, hogy gyűjjünk össze Fehérváron, vagy menjünk le a Balatonra, ilyenek, és így próbáltam azonosulni a karakterrel. És mit utólag kiderül, a szerelmi életem is most már tök ugyanazt a vágányt követi, basszus, így jobban belegondolva. Nézzétek meg mindegyik filmet, és akkor tudni fogjátok, hogy én hogy jártam, hogy vagyok. Hogy jártam agyátokkal? Ja, hogy jártam agyátokkal? Nem. Na, nem. És... Kevin lett a nevem. Mindig, ha valami online, mert bejött nálunk is az internet, játékok, Ragnarok, nem csak az Animation, hanem a Ragnarok online című játék, milyen nevet adjak a karakteremnek? Kevin. Hú, hát ez foglalt. Kevin pont az lett a nevem. Tök mindegy. Aztán később kialakítottam a rendes nevünkből összeállított izét, ezt most nem mondom el, majd egyszer elmondom, mi a teljes Kevines karakter nevem, de amúgy Kevin. És... eltelt nagyon sok év, 27-28 év, azt hiszem 27 év, és megtudtam, hogy, hát most elmondom, Balázsnak hívnak, az az igazi nevem, hogy a Balázsnak az amerikai megfelelője a Kevin. Ha nem tudtátok volna, gyerekek, van már egy Kevin a magyar nevek között is adható névként, és a naptárban is szerepel, de akkor 1986-ban még nem nagyon szerepelt, de megtudtam, hogy az amerikai megfelelője a Balázsnak, a Kevin. Úgyhogy minden kedves Balást üdvözlök Kevinként, és minden Kevint Balásként egyben. Úgyhogy... Sőt, nagyon sok Kevines szerep van ugye a filmekben is. És a többi reszkesedő betörőknek nagy lelkes kis Kevinje, igen, a kis csapdaállítója. Azzal kevésbé tudtam azonosulni, mert nem voltam olyan rossz gyerek. De nagyon jellegzetes név, tehát hogy ha... Azt mondja valaki, hogy Kevin! És ordít a rendőrsége, vagy a repülőtéren, akkor gondoljatok rám. Egyik ismerősöm mondta, hogy most vagy a reszkesenek betörők, és azt hallom csak így a háttal mögött, hogy Kevin! És így rögtön én jutottam az eszébe. Úgyhogy... Plusz akkor vannak még más egyéb, van a Herkulest alakító színész, a Kevin Sorbo. Kevin Sorbo, hú, az akkor egy bedesz karakter. Aki az Andromédában is a... milyen, hogy hívták ott a kapitányt, várja majd eszembe egyszer, mindegy. De hogy ott is szintén ő adta a szerepet, stb. Ja. Nagyon sok jó kis filmje volt, sorozata. A Men in Blackbe a K-ügynöknek érdekes módon Kevin a neve, és akkor nincs olyan Kevin feje. És így megállapítja Will Smith, hogy hát nincs olyan Kevin feje. Akkor... van a Jay és Néma Bobnak a rendezője, a Kevin Smith, aki a Néma Bobot alakítja. És egy nagyon rendező, igen, az is Kevin. Nagyon sok híres Kevin van. Köztük Kevin is itt. Igen, köztük Kevin, van. Kevinovics, Kevinis. Kevinista. Úgyhogy, aki nem feminista. És volt ez a benfentes info, és most, ja, nyár, igen, filmek, most tényleg próbálunk rövidek lenni, mert hosszúra fog sikerülni, és ez nem lesz olyan ütős, mint a Tinderes, de azért reméljük, jó szórakoztok rajta. Ja.
majd a bebaszós live, na és akkor, és ott a második filmben szintén elmennek nyaralni a haverokkal minden, akkor úgy volt, hogy fú, nagy hétvégi kikapcsolódás, minden, és akkor tényleg az alapján így indult meg ez a kevinista dolog. Egy gyors biovilágás poén, hogy talán még az legelső ilyen Minecraftos videómnál, amikor beköszönök, vagy így köszönök be ez a Hello, szia, szevasz, van nálatok terasz. Tehát ja, igen. Ezt onnan loptam a filmből. Mert a Stifler, igen. Nevezető karakter mondja mindig, hogy ez a Hello, szia, szevasz, és menek az autó, és mutogat be az embereknek, igen, meg a csajoknak, meg izé, hogy mit beszél, hogy szia, cica, gyere bulizni, meg akármilyen hülyeségek, úgyhogy... Csak két fajta szinkrót volt, az egyiknél ugye ez a Hello, szia, szevasz, van nálatok terasz, meg a másik átszinkrózott, a szevasztok, van nálatok terasztok. Tehát, hogy az nem jött annyira volt, jól, de esküszöm, ilyesmi, hogy így láttuk, hogy így, ez volt a poén, tehát ja. Az első az jobban. Mert nekünk meg volt kazettán is az egy meg a kettő, és a kazettán volt a rendes, azt szoktuk meg nagyon sokszor, és utána letöltve már csak újra szinkronizálva pár hangot, miért, pár igen. mondatot. Ja, én az a magyar szinkronról is majd tartunk egyszer egy előadást, mert nagyon érdekes. Beveliszi Zsaru, vannak ilyen csodás ilyen újra szinkronizálások. Tudjátok, vannak, hogy megvannak a filmek, utána vannak az újra szinkronizálások mi magyaroknak, az amerikaiaknak meg ezek a remake-ek vannak van, most már, úgyhogy mindenből van remake, érted? De erről is egy külön adásban, úgyhogy... Én ezért fölvázolva pár ilyen jövőbeli témát érintettünk. Ha nem felejtjük el, akkor kiírkáljuk ezeket a izéba, a videó alá, aztán. Hogy akkor szavazzatok, hogy mi legyen a következő videós téma, ilyen beszélgetős. Igen. Persze, nem biztos, hogy az fog, hogyha nagyon keveset szavaztok, akkor nyilván, akkor mi túlszavazzunk. Illetve nem szavaztok akkor is. Egyelőre ezt a saját szórakoztatásunkra csináljuk, kreativitásunk és a ti szórakoztatásunk érdekében, csak nem vagytok annyira hiperaktívak, mint jó, hát figyelj, ki az, akinek, figyelj, ott vannak mondjuk a raptorzosok 18 ezer feliratkozóval, ilyen 10 és 100 hozzászólás között van, szóval azért én az arányok azért... Én is kézem őket, de nem írogatok, igen. Igen, igen, hogy, szóval azért mondom, hogy nincs miért probléma, kéne mindig hozzászólni. Örülünk, ha nézitek aki a hozzászól, csatornát. Meg nézi, meg lájkol, meg mindazok, nagyon-nagyon köszönjük. Szóval jók ezek a nyaralós dolgok. Aztán, mit lehet még mondani? Hát... szoktunk menni azért túrázgatni mindenfelé, itt a várba is voltunk Pesten, meg ilyenek. Mondjuk arra még igen, ez is nyáron történt, mondjuk izé. Fogtuk, fönn vagyunk a várba, nézzegetjük a budai ki plak- a budai várba, és akkor ott van baze a izé, kirakva a utcán plakát, hogy Dracula Múzeum, történelmi dolgok, valóság, csodál, mit tudom, hogy izé, csak 2000 per fő koponya felnőtt minden izé. Halál. Fú, izé, ilyen izgalmas dolgokat még nem tapasztaltatok. Mint a mészkő. Kiszívják a véredet, ha nem itt túlélő. Esküszöm, még, biztos még csöcsök csajokat is dobtak volna be a plakátra, hogyha nem mentek volna. Volna igen, na mindegy, lemegyünk. Úgy néz ki, hogy mire megtaláltuk, az fél óra volt, hogy hol a francba kell lemenni. Lemész egy pincébe, már ott a életveszélybe, majdnem a nyakat töröd, plusz egyszerre nem tudtok föl meg lemenni, mert nagyon egy lépcsős. Ja. Egy személyes lépcsőfokok vannak durván, nagyon kemény, mindig lemész, ott vagy a pincébe, nyáron kín 35 fok van lent, 15 fok, te meg pólóba mész le, mert nyar van. Megizzadva. Megizzadva, na most nem kapsz tüdőgyulladást semmikor. Igazából nem vicceltek, az a haláli lesz a túra, de... Ja. És akkor megveszed a jegyet, hárman mentünk, annó párom, a bió meg én, lemegyünk, és akkor... elkezdünk sétafikálni, tök jó, egy kis mészkőmek vannak kibaszkodva a sarkokra. És ilyen félelmetes dolgot látunk, mészkő, meg agyak, meg márvány. Ja, szemből egy kövek, hatalmas márvány. Olyan kövek voltak, hogy én majdnem összefostam magam, tényleg. És a betűk, amik oda voltak írva, nem mertem elolvasni. Hát a megigéz a sátán. Na, igen, és akkor a mészkő szelleme. Nem voltak értelmes képek, meg szövegek, meg minden egyéb kipakolva. A kandalló, vagy mi a kandalló? Tudod, a gőz kicsapódik, hogyan beindul a cucc, tök, mi ne törődj vele. Alattunk dohányoztak. Alattunk dohányoztak, lehet. Kigyulladt a metró, ja, hogy nem. És nem voltak nagyon érdekes történő dolgok, de a beharangozáshoz képest közel nem volt az adrenalin pumpa, ez egy ilyen szimpla... De voltak viaszbábuk felöltöztetve, igen, szép ruhába, volt egy ilyen kalód, amiben be lehetett menni, valóban nem lehetett bemenni, be lehetett fizikálisan, nem volt szabad. Akkor ilyen szarkofág, ment egy ilyen szimpla sír, meg ilyenek, és tudjátok, hogy a Dracula Múzeum, ez a
hogy hívták, ez a karóba húzó Vladimir, mit tudom én, izé, Ivan Ilyich, akárki, nem tudom, sos nem vagyok jó történelemben, mindig kegyelemkettes voltam, de tudjátok, a Dracula, Vladimir, minden, nagyon sok ott film van. Romániában tudjátok, igen. Dracula így... Untold, nézzétek meg, egy tök jó film amúgy, ez az nagyon, ja. Nagyon, szerintem nagyon közelíti. Jó, nagyon sok Draculás jó film van, tehát a Leslie Wiesentel az is. Ja, a Dracula halott is élvezi. Na mindegy, és a lényeg az, hogy lementünk minden, és így tök jó volt, és volt egy trón, de ilyen nagyon gagyi, de trón volt izé, kirakva, és így... Mint a trónok harcában, csak nem volt kardokkal tele. Ehhez a videó szerkesztek, esküszöm egy csomó képet, majd berakok egy-két jó képet rólunk, és ott mentünk itt a és egy kép a biofeszít, így nagyban a trónon, én meg ott így a lábánál, mint valami rabszolga, így a Leia hercegnő, úgyhogy lehet, hogy nem fogom berakni, nem rakjuk be, tehát, hogy... De egy hasonló képet berakok, és akkor képzeljétek. Ha összejön 10 like, berakjuk később. Ja. A Leia hercegnő. A Leia hercegnő, nem, az 1 millió like után jövő. De le kell forgatnunk, tehát így. Ja, hogy újra? Most menjünk, vagy mi? Na, ki tudja. Akkor beszél egy lóvég, hogy le tudjuk be. Úgyhogy ilyen dolgok vannak igazság szerint. Hát figyelj, biókám, szerintem egy ideje nyomjuk itt a stand-upot. És közben megy a rodogány ezerrel. Tehát... Néha a rodogány, reméljük, hogy fölvette rendesen. Igen, lassan elköszöntünk, nagyon sok témát marcangoltunk, amiben csak belekaptunk, hogy majd jövőben egy téma lesz. Tényleg megpróbáljuk mi is kiírni, ha tudjuk, de a másnap akkor ti is jelezétek, hogy mit ezek közül, vagy bármi más. Fölvetésképpen. De amúgy folytatjuk továbbra is a dolgokat. Remélhetőleg tudjuk tartani azt, hogy minden héten kedden lesz egy ilyen keddi kettes. Ha nem, ne legyetek elszomorodva. Ja. Figyelj, van ilyen nyári szünet, meg ilyenek ott is, úgyhogy amikor kedd van és kijön, akkor az keddi kettes. Amikor kedd van és nem jön ki, akkor nincs keddi kettes. Ennyi, hát igen. Ez van. Próbálunk tényleg mindig sűrűbben nem tudjuk mindig megoldani. Jobban is megárt a sok gyerekek, na szóval. Ja, meg ilyen hosszú lesz, próbáljunk egy rövidebbekre. Egy-egy témát boncolgatni, hogy nem ilyen nagyon hosszan. Na igen, akkor fájdalmas a búcsú, te mindig úgyhogy túl kell esni rajta. El kell mondani, tudod. Iratkozzatok fel. Küldjetek pénzt. Lájkoljatok. Írjatok kedves kommenteket. Igen. Szavazzatok. Csajok, még mindig küldhettek bikinis képet a biónak és nekem. Természetesen csak úgy a... hogy mondjam, ilyen élményfokozónak, hogy visszajel pozitív visszajelzés. A nyár miatt, csak a nyár téma miatt. Semmi perverz dolog, csak nem, a nyár. Nem, semmi hátsó szándékú felhasználása, nem? Mert nem, hát bikinis kép azért, na szóval. Ja. Nem, csak úgy szeretném tudni, milyen csinos rajongóink vannak, vagy biónak milyen csinos rajongói vannak. Akik tényleg kivennek, hogy ez egy szám bikini. Nem mondtam, hogy kinkább bikinis képet csinálni. Én mondtam, de geci vagyok. Nem kötelező. Lányok, ne menjetek ki! Miattam nem kell meghalni, hogy nem érek. Szobában is jó lesz. Ja, beraktok egy havas táját, vagy valami. Vagy a havas dzsont. Ja, küldjetek egy havas bikinis képet. Ja, és ott a havas dzsont. Láttam előtt, hogy küldjetek ezeket. Ne küldjetek bikinis havas dzsont. Nem szabad. Inkább nem is kérünk elnézést. De. Mi kérünk elnézést, bocsánat. Elnézést kérünk a havas dzsonttól. Úgyhogy, na. Szóval köszönjük, hogy velünk tartottatok, aki kibírta eddig. Reméljük legközelebb hasonló, vagy ennél jobb színvonallal tudunk jelentkezni. De ez is jó volt szerintem. Háttérben egy pista ordít, úgyhogy csak azok jönnek, csak a stormtrooperek. Úgyhogy fejezzük be gyorsan, mert neki áll rage-elni. Igen, Isten elkezdi bőteni, úgyhogy a rész végén. Akkor sziasztok! Sziasztok! Várjál, le is kártalak, úristen! Úristen, nem tudom, még nem köszönünk el, várjál, még megy tovább! Ez kiparádé, most fogom tudni leállítani, bocsánat, akkor nem, csak így a telefon akkor elnémítja a kijelzőt, és akkor nem tudtam leállítani, úgyhogy majd most. És rodogány, ez az, sziasztok!